Láthatjátok, hogy ilyen közel 80 éves versenyautókban ülünk, benne egy Auto Union, vagyis hát ez a régi Audi versenyautóban, én pedig egy Mercedes W154-esben, viszont nem konkrétan ezekkel fogunk versenyezni, azonban a videó típusa nagyon hasonló lesz, hiszen ilyen régi klasszikus versenyautókból fogunk most autókat építeni magunknak. Ez a Tuning Párból egy legújabb része, és itt van velem Benny. Sziasztok! És ez egyébként a Game Wave-n pedig Darius vagyok. És mint mondtam, ma ilyen klasszikus autókból fogunk kocsikat építeni magunknak. Az volt a kikötés, hogy hát ilyen régies kinézete legyen a kocsiknak, és lehetőleg open wheel legyen az összes. Nem szabtuk meg, hogy egy vagy kettő kocsiból kell építeni, viszont azt megszabtuk, hogy hány PI értékig lehet felmenni. Az utcai versenyekre 900, a rally versenyekre pedig 800-as tuningot kértünk egymástól. Ezzel kész is vagyunk, úgyhogy lássuk a tuningolást, és utána pedig a versenyeket, de akkor előbb jöjjön a tuningolás. És itt is vagyunk, én arra gondoltam, hogy ezt a Maserati 8 CTF-et fogom választani. Ez ugye benne van a szabályokban, hogy lehet ilyen autót használni, és egy korábbi videónkban, nézzétek meg a jobb felső sarokban, ahol nagyon jó kocsikat ajánlottunk nektek, voltak ilyen klasszikusok is, ott a Bugatti Type 35 C-t is ezt ajánlottuk nektek, de egyébként mondtuk, hogy bármelyik ilyen autóban lehet nagyon jó tuningokat kihozni. Szóval, ezt az autót ott is bemutattuk, mert volt rá egy nagyon jó kis tuning, egy 800-as tuning, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha 800-as lehet belőle csinálni, akkor biztos, hogy valahogy egy 900-at is ki lehet csikarni. Szóval ezt a tuningot fogom egy nagyon picit átvariálni, és megcsinálom rallysabbra, de lehet, hogy nem is kell rajta sokat variálni. Nyilván ez nem az én tuningom, viszont ezeket az alapokat fogom használni, amiket itt használt ez a srác, aki készítette. Viszont pályára is teljesen sajátot kell csinálnom, úgyhogy a tuningolásnál akkor találkozzunk. Szóval, mint már mondtam, én ezzel a Maserati 8 CTF-el fogok dolgozni, és kiindulásképpen egy már korábban bemutatott tuningot fogok használni, megpróbálom azt lemásolni a lehető legjobban, mert ez egy nagyon jó tuning lett. A rallynál mindenképpen ezt fogom követni, ezt az utat, viszont utcára ugye S1-es kocsi kell, és az a tuning pedig A800-as, szóval teljesen nulláról kellett építkeznem, mint ahogy itt láthatjátok is. Mivel ez egy Powerbuild-nek nevezhető autó volt régen, tehát a régi Forma 1-ben, meg a régi autóversenyzésben ugye nem volt cél a tapadás, meg a biztonság, hanem sokkal inkább az, hogy minél erősebb, minél nagyobb motorokat pakolhassanak be a kocsikba. Nyilván akkor minél nagyobb azt jelentette egyértelműen, hogy minél erősebben nem voltak ilyen turbók, meg hasonlók, vagy nem ez volt a megfelelő út az akkori mérnökök szerint. Nem akartam a Maserati ellen dolgozni, úgymond, és nem akartam hátráltatni magamat, hogy a végén egy talán kibalanszolt autót valahogy kihozhassak belőle. Plusz a súlyelosztása sem teszi ezt alkalmassá szerintem arra, hogy nagyon tapadjon az úthoz, illetve nem lehet semmilyen aerófejlesztés rakni lesz, szóval egész egyszerűen ordított a kocsiról, hogy ebből bizony powerbuildet kell csinálni, bármennyire is utálom ezt a kategóriát, és egyből egyébként lesz egy videónk majd hamarosan. De nagyjából ennyit érdemes egyébként tudni arról az irányról, amit a mai videóban követni próbáltam. Remélem, hogy nyerni tudok vele legalább egy versenyt, meglátjuk majd. Jöjjenek akkor a versenyek, és találkozunk Bennyvel. Én indulok előről, ahogy nézem. Bizony, én meg hátulról, viszont nem rajtoljuk le egymást. Mind a ketten powerwheel-et hoztunk, ahogy beszéltük itt a videó előtt, ezt nem hallottátok. Én azért mentem el megint ebbe az irányba, nem biztos, hogy kifizetődő lesz, sőt, utálom a powerwheel-eket, de azért mentem el ebbe az irányba, mert ebben a korszakban ezek ilyen halálkoporsok voltak a Forma 1-es autók, és konkrétan arról volt szó, hogy minél gyorsabb legyen, és a biztonságot kb. Leszarták magasról, meg az ilyen irányíthatóságot. És akkor nem akartam igazából a régi mérnökök ellen dolgozni, mert nehezebb lett volna, csak nehezítettem volna a saját dolgomat vele. Viszont egy kicsit koncentrálnom kéne, szóval Benny, beszélj te is egy kicsit a te kocsidról, én meg a checkpointot majdnem elmisszeltem. Én is. Hát én igazából azért csináltam powerbuildet, mert úgy tűnt, hogy az most kifizetődő lesz, aztán majd meglátjuk, hogy az lesz-e vagy sem. Ez gond. Ez szép volt, Darius, egy kicsit mintha lecsúsztál volna. Szóval megállni nem nagyon tudunk ezekkel az autókkal. Bizony. Ami de hát, elég vicces. Nem is volt ez szempont nekik akkoriban. Ebből a típusú autóban nem hiszem, hogy lehet más miatt csinálni. Nincs is aero opció. Igen. Megmondom, a féket azt úgyis el lehet felejteni. A felnint is sokat gondolkoztál? Hát pont ugyanaz lett. Nagyon sokat gondolkoztam, viszont... Csak enyém az chrome, a tiéd meg ilyen... Nem tudom, látjátok-e, de ez egy városi pálya, szóval úgy mondhatjuk, hogy ha szivatjuk magunkat, akkor szivatjuk nagyon. Mégpedig egy szűk városi pálya. Ez most arra fog rámenni, hogy ki tud jobban gyorsulni. Az a baj, hogy az előbbi alapján szerintem te. Viszont előttem vagy, tehát hogy... De nem sokáig. Te is azért mész kilincsel előre, rendesen látom. Aha.
Máshogy nagyon nem lehet. Aha, én belementem a falba, tudod, ott a fal szélébe. És mielőtt mondjátok, srácok, hogy csinálhattunk volna tapadós kocsikat is, ezekből nem lehet, higgyétek el. És azt is garantálom, hogy itt a Maserati 8CTF a legjobb opció a játékban, tehát a Mercikből meg az Audiból még kevésbé lehet jó tuningot kihozni pályára. Hát én az egyik Mercibe próbáltam is, de ott nem is lett meg a 900. Meg lehet volna talán ilyen, hát a teljesen slick gumi az talán kiadta volna pont 900 körülre, de az meg annyira nem éri meg. Szerintem sem. Hát akkor úgy tűnik, hogy az utcai versenyt én nyertem. Bizony. Bizony, te nyerted, Benny. Ajj. Hát, kontrollal is leválasztva, pedig be van dugva, nem értem, hogy miért. Na most, hogy kidrifteltük magunkat, akár csak a majd megrendezésre kerülő bajnokságunkban, amiről a jobb felső sarokban többet is megtudhattok, de most átjöttünk rallizni, ami egyelőre nem éppen a földúton indult, és ahogy látjátok, én közben autót is váltottam, Darius csak a tuningját cserélte le. Nem tudom, hogy te most miben bízol azzal a tuninggal. Én azt néztem, hogy ez a Bugatti elvileg elég jó kéne legyen 800-as kategóriában terepre. Úgyhogy ezért ebből építettem. Neked mi volt te mögött az ötlet? Volt egy videónk, ahol a klasszikus autókról is beszéltünk, tehát a legjobb autós videó, amit már korábban felvettünk a jobb felső sarokban. Na most ott pont ezt a tuningot mutattuk be. Megnéztem azt a tuningot, és minden apróságra próbáltam figyelni, tehát az ilyen felnit is ugyanúgy raktam be, meg a lóerőt is próbáltam ugyanannyira kihozni, úgyhogy szerintem sikerült ugyanazt a tuningot kihozni, mint amit abban a videóban bemutattunk. Nyilván a finom hangolásnál saját magamnak állítottam be, de egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült egy meta autót építenem, mondhatni magamtól, nyilván nem magamtól, mert a másik gyerek alapján csináltam, de nagyon hasonlít ahhoz, és úgy látszik, hogy ez az eredményben is megnyilvánul, vagy nem tudom, hogy ez a te hibádból vagyok most annyira. Mondom, rendben, én kihagytam most egy checkpointot. Jó, de szerintem egyébként is, tehát már az elején elhúztam egy kicsit, én úgy láttam. Mert valamelyik videónak az volt a végeredménye, hogy nem éri meg terepre nagyon könnyű autót csinálni. Igen. Csak dobálja minden, és ez most nagyon érződik, de... Te még csak most fordulsz be, én most érek be már. Ez egy vizes pálya, bár én nem tudom, miért indítottál vizes pályát. Ez ilyen eső utáni időjárás. Gondoltam, hát ha lesz egy kis esélyem. Csak 50%-nál vagyunk, ez lassan telik ez a verseny valamiért. Aha, hát hosszú. Hát ezt úgy tűnik, hogy megnyertem. Hát igen. Bizony. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, srácok, reméljük, hogy tetszett az a videó, és írjátok meg, hogy szeretnétek még ilyet, esetleg pálya bajnokságot szeretnétek látni ilyen klasszikus autókkal, mert most így lett egy ötletem, hogy ilyet szívesen csinálnánk, nem? Nem lennél benne? De, abszolút. Szerveznénk valamilyen klasszikus. Sajnos egyébként nincsen nagyon sok a játékban belőle, de igen. Azért pont elég igen. Talán. Szóval egy ilyen bajnokságot szívesen csinálnánk, hogyha gondoljátok. És hogyha szeretnétek látni, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, és jelezzétek egy lájkkal felénk, hogyha tetszett a videó. Reméljük, hogy találkozunk veletek legközelebb is. Én Darius voltam, itt volt velem Benny, ez volt a GameWave. Sziasztok! Sziasztok!